Ez a kiállítás is, mint minden kiállítás, gondolatokat ébreszt, emlékeket idéz. A kórház vonatokon ott virít a Vörös Kereszt sok helyen, és hát mi más jut van erről eszembe, mint a Vörös Kereszt tevékenysége, a Vörös Kereszt megalapulása, hiszen az emberi segítőkészség a legszörnyűbb helyzetekben is jelen volt. A Vörös Kereszt megyei igazgatója köszöntötte a jelenlévőket a Kórház vonatokat Donkanyarban című fotókiállításon. A képeket Reményi József, a második magyar hadsereg gazdasági tisztje készítette az 1941-ben kezdődött világháború idején. A képeken azt tükröződik, hogy a Vörös Kereszt már akkor is jelen volt, és mindent megtett, hogy segítsen a rászorulókon. Vörös keresztes nővérek dolgoztak a kórház vonaton, látszik is a Vörös Keresztes jelzés mind a vonaton, mind a Vörös Keresztes nővérek ruházatán. Tehát itt már fényképek is bizonyítják, hogy a Vörös Kereszt jelen volt, hiszen az 1863-as megalakulása óta a Vörös Kereszt a háború áldozatainak védelmére és szenvedéseik csökkentése érdekében tevékenykedik szerte a világon. A kiállítást Simon Róbert Balázs alpolgármester nyitotta meg a Hotel Szárnyas Kerékben, aki elmondta, hogy az önkormányzat a Vörös Kereszttel egy nagyon régi és jó viszonyt ápol. Véleménye szerint a jelenlegi kiállításnak a két legfőbb üzenete az önkéntesség és a béke. A Vörös Kereszt, mint az egyik legnagyobb humanitárius civil szervezet évtizedek, évszázadok óta működik, és a győri önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron megyei Vörös Kereszt között évek óta együttműködő kapcsolat van. Ez többek között abban is megnyilvánul, hogy az önkéntes véradókat minden évben díjazza, elismeri a város, illetve különböző konferenciáknak, előadásoknak a Városháza több alkalommal helyszínt biztosított. A kiállítás augusztus 17-ig a Győr Plázában lesz látható, ahol a szörnyű élethelyzet dacára mindenki az élet szeretetét és az élni akarást láthatja viszont a képeken. Reményi József lánya, aki testvéreivel együtt indította útjára a vándorkiállítást, elmondta, édesapja rendkívül embercentrikus volt, és képein nem a szörnyűségeket örökítette meg, hanem azt, hogy hogyan segítettek egymáson az emberek. Nagyságrendileg 200 kép van, ez csak töredéke az összesnek. A kórházvonatok működését mutatja be a II. Világháborúban. Édesapám kórházvonaton teljesített szolgálatot, mint gazdasági tiszt. Ő felelt az élelmezésért és az egyéb beszerzésekért, a konyha működéséért, és ő amatőr fotós, szenvedélyes fotós, ő fotózott rengeteget, ebből 49 tekercs maradt meg, ezt a 49 tekercset digitalizáltam, és ebből válogattunk körülbelül 200 képet. Reményi Erzsébet hozzátette, hamarosan megjelenik édesapja naplója is, könyv formában, melyet a régi kor nem engedett volna, de most mindenki bepillantást nyerhet egy tiszt fotóin keresztül a háború éveibe. A vándorkiállítás Győr után Szegedre látogat, majd több városon keresztül szinte egész Magyarországot bejárja.